Pár nappal ezelőtt a nemzetveje Tiborcz István Ak volt pofája azt mondani, hogy ma Magyarországon bárki lehet Mészáros Lőrinc üzlettársa. Egy normális országban Tiborcz István már nem piknikezne, hanem az előzetes letartóztatásából üzenne az ügyvédjén keresztül. Mindeközben mi történik? Magyarországon kivándorlási válság van. 700 ezer ember hagyta el hazánkat, és további másfél millió gondolja úgy, hogy el fog menni. És a másfél milliónak a fele 30 éven aluli. A jövőnket veszik el. Magyarországon a kivándorlási válság közepette a rodható egészségügy, ahol az emberek már jóformán már csak meghalni járnak, a jogállamiság leépítése, és ezek az ügyek, amelyek előzik hazámból barátainkat, testvéreinket, és mindaz, aki, és az, aki, ezt a programot, hogy megelőzzük a kivándorlási válságot, hogy Magyarországon újra élhető normális egészségügy legyen. Nem más, mint Tóth Bertalan, az MSZP elnöke vállalta. Fogadjátok sok szeretettel! Tisztelt európai magyarok és magyar európaiak! Köszöntök mindenkit a mai demonstráción tüntetésen. Köszöntöm az MSP, köszöntöm a párbeszéd, köszöntöm a DK szimpatizánsait. Köszöntöm a civileket, de külön köszöntöm a Momentum támogatóit is, akik eljöttek a mai tüntetésre. Kedves barátaim, nem ünnepelni jöttünk. Nincs miért örülni. Hiszen a jelenlegi miniszterelnök szégyent hozott ránk. Szégyent hozott európai polgárokra, magyar polgárokra. Az Európai Parlament döntése pontosan arról a szembesítésről szól, hogy szégyenbe hagy minket a magyar miniszterelnök, hiszen megtagadja azokat az értékeket, amiért küzdöttünk hosszú évtizedeken át, és küzdünk a jövőben is. Az Európai Parlament döntése minket, európai polgárokat Magyar polgárokat véd meg. És azért vagyunk ma itt, hogy mi is megvédjük magunkat. Az Európai Unióhoz azért csatlakoztunk, mert döntöttünk az európai értékek mellett. Ez nem csak arról szólt, hogy egy közösséghez akartunk tartozni, hanem értékközösséget választottunk. Erről a csatlakozásról népszavazás döntött. És akkor a magyarok 84%-a azt mondta, hogy ehhez a közösséghez, ehhez az értékközösséghez akar tartozni. Ez a jelentés, amelyet az Európai Parlament elfogadott, ez rólunk szól, a mindennapjainkról szól. Hiszen láthatjuk, hogy a jogállam leépítése a fideszes elit gazdagodását és kiváltságait biztosította. Rólunk szól, mert amikor a jelentés az igazságszolgáltatás függetlenségének leépítését írja le, akkor mi nap mint nap azt látjuk, hogy a Fideszes uraknak gyorsabban bírálják el az ügyeiket, mi pedig évekig várhatunk. Azt láthatjuk, hogy különbíróságot hoznak maguknak létre, ahol majd a saját ügyeiket el tudják rendezni. Amikor a jelentés azt mondja, hogy korrupció van Magyarországon, rendszer szintű korrupció, akkor mi azt láthatjuk, hogy 10 milliós hacukákba járnak marha pörköltezni a fideszes urak, a magyar vállalkozók pedig nem jutnak megrendeléshez. Amikor a jelentés a tudomány szabadságának leépítéséről szól, akkor mi azt látjuk, hogy az iskolákban alattvalókat akarnak nevelni, nem kritikus, gondolkodó magyar állampolgárokat. Mert kérdezem én, Fontos lesz-e, hogy a gyermekeink tudjanak pontosan célba lőni? Vagy hogy a hazafias ismereteik meglegyenek? Biztos fontos. De talán az is fontos, hogy a 21. században megszerezzék azt a tudást, amelyel boldogulni tudnak. És amikor a sajtó szabadságának megszüntetéséről szól a jelentés, akkor mi azt látjuk, hogy milliárdokat, tízmilliárdokat ragnak zsebre Miniszterek, Fideszes urak, szomszédai, barátai. És közben a szemünkbe hazudnak nap, mint nap ebből a pénzből. Manipulálnak és gyűlöletet keltenek. És amikor a jelentés arról szól, hogy nincs esélyegyenlőség az országban, akkor azt láthatjuk, hogy az urak gyermekei magániskolákba járnak, a mi gyermekeink pedig a leépülő közoktatásba. Azt látjuk, hogy az urak vipellátásban részesülnek a Honvéd kórházban, magán egy egészségügyben gyógyítatják magukat és szeretteiket, mert meg tudják fizetni. Eközben mi meg tíz órákat várunk, hónapokat és éveket, és rettegünk attól, hogy elkapunk valamit a kórházban, és rettegünk attól, hogy egyáltalán élve jövünk ki onnan. Maga a jelentés nem okozhatott meglepetést ennek a nemzeti együttműködés rendszerének, elítjének hatalmi tombolásának áldozatai számára. De a szerdai döntés után azért több információhoz jutottunk. Azt láthattuk, hogy Orbán Viktor nem Európa erős embere, hanem egy megbélyegzett populista. Azt láthattuk, hogy miközben Orbán Viktor keresztény demokráciát épít, addig a keresztény demokraták kiűzték a családjukból, a közösségükből. Azt láthattuk, hogy Orbán Viktor a múltat választotta, és nem a jövőt. A keletet választotta, és nem a nyugatot. Azt láthattuk, és azt állítom, hogy itt már nem jobb és baloldal csapott össze, hanem az Európa ellenesek, az Európa pártiakkal és az Európa pártiak győztek. Most éppen duzzognak, meg vitatják a döntés legitimitását, vitatják a kétharmadot. Ugye milyen furcsa, hogy 40-valány százalékkal azért a parlamentbe kétharmadot tudtak csinálni, meg meg vannak sértődve. És saját magát hazutolja meg a miniszterelnök. Hiszen nem olyan régen még, Európai határvédelmet akart. Európai haderőt akart. Most pedig zsoldosokról beszél. Nem olyan rég még a terrorizmus ellen akart küzdeni. Most pedig, hogy az európai ügyészség a terrorizmus ellen lépne fel, nem akar ahhoz csatlakozni. Egyért me, egyértelművé tette, hogy az európai populisták közé lépett. És a kérdés az, hogy mi akarjuk -e ezt. Akarjuk-e azt? Hogy olyan Európai Unió legyen, amilyen Magyarországot csinált ebből az országból. Kedves demokraták, van feladatunk. Hallhatunk itt már arról, hogy ez a hetes cikk egy tulajdonképpen egy eljárás. Ezt az eljárást egy szavazással meg lehet szüntetni. Mi már elkészültünk azokkal a javaslatokkal, amelyek arról szólnak, hogy ennek a jelentésnek értelmét veszi. Helyre lehet állítani a jogállamot, a sajtószabadságot, az esélyegyenlőséget, az oktatásszabadságát, a tudományszabadságát. De valóban nagyon nem bízunk abban, hogy ezt megszavazzák. Inkább megszavazzák majd a jelentést elítélő határozatot. Éppen ezért van még dolgunk. Foglalkoznunk kell Magyarország valós problémáival, és az utcán, a parlamentben, a parlamenten kívül minden fórumon ezzel kell foglalkozni, mert nincs mindenkinek esélye ebben az országban. Hiszen a béreket fel kell zárkóztatni, mert elvándorolt tőlünk még a maradék munkaerő is. Hiszen az iskolákban meg kell adni a gyermekeinknek a megfelelő tudást, a megfelelő körülményeket, mert ők jelentik számunkra a jövőt, nem Orbán Viktor és a családtagjai. És meg kell teremteni azt az egészségügyet, amely gyógyít, és nem megöl minket. Kedves barátaim, és van még egy fontos dolgunk. Láthattuk, hogy ez a küzdelem pontosan miről szól, hallhattuk, hogy mit mondanak a populisták ma Európában. De valóban így igaz. Az Európai Unió a békéről szól. És van kritikánk az Európai Unióval szemben. Hiszen érzékeljük, hogy egy kicsit azért mégis elszakadtak az emberektől. Kicsit mégis a gazdasági érdekek talán fontosabbak, mint az, hogy egyes térségekben hogyan élnek az emberek. Ezért kell nekünk küzdeni és megreformálni az Uniót. Ezért fontos a szociális Európa, ezért fontos a felzárkóztatás. De nem fogjuk hagyni, hogy Európában újra háború legyen. Mert dönteni kell, békét vagy háborút. Mi szocialisták a béke oldalán állunk. Éppen ezért szövetségbe hívunk mindenkit. És mindenkit, nem csak a pártokat, mindenkit. Hogy akár a parlamentben, akár a parlamenten kívül, akár az utcán, bárhol bárki Európa párti és támogatja, hogy béke legyen. Számítunk rá, és mindenben együtt fogunk működni. Lépjünk szövetségre. Kedves barátaim, nagyon örülök, hogy ilyen sokan összejöttünk, és szó esett itt már az európai parlamenti képviselőkről, akik most talán a leginkább szembesülnek azzal a hadjárattal, amivel a Fidesz sok mindenkit még csak fenyeget, de ők már, nem csak ők, de ők is már a saját életükben tapasztalják. És hősiesen kiálltak értünk, és védték az érdekeinket, védték az európai és magyar polgárokat. Engedjétek meg, engedjék meg, hogy színpadra szólítsam Újhely István, európai parlamenti képviselőt, aki végig küzdött ezt a folyamatot, és büszkék lehetünk rá, hogy képviselt minket. Köszönöm. Hazafiak, magyarok, az Orbán rendszer kiépülésének egyik szimbolikus lépése volt, amikor kiragadták a kezünkből, leszakították a mellünkről a kokárdát, a mi közös kokárdánkat. Így kezdődött. Hát legyen a vég kezdete, hogy visszavesszük a kokárdát, visszavesszük nemzeti jelképeinket, és megmutatjuk, hogy az a hazafi ma, az képviseli gyermekeink jövőjét, aki hisz az európai érdekekben, hisz az európai értékekben, de nem felejti magyarságát. Éppen ezért felszólítom Orbán Viktort, hogy a haza érdekében fordítson politikáján, mert hogy megverjük, az biztos. A kérdés csak, hogy mikor. De hogy a történelem fekete lapjaira bekerülve az ő neve mellé. Mi lesz szírva, és unokái, hogyan fognak szégyenkezni? Azon évek miatt, amik az ő neve alatt jellemeznek egy korrupt, Európa ellenes és jövő ellenes rendszert, az attól függ, hogy ez az őrület fokozódik-e. Álljon le, és álljon oda a magyar nép mellé. Kedves magyarok, folytatjuk, ott leszünk veletek, ott leszünk. A jövő pártján mi, európai, magyar, hazafiak. Gyertek velünk, köszönjük szépen!